testvér település, és ha már vendégség, akkor engedjék meg az urak, hogy azért Urgell Zoltán urat is köszöntsem a Szekvár online képviseletében. És a két főnökünket ki kell menteni, ugye? A szegvári polgármester és a szentesi polgármester mindkét úr üdvözletét szeretnék küldni a jelenlévőknek, de egyéb irányú lefoglaltságukra hivatkozva nem tudnak most jelen lenni. Tisztelettel köszöntöm még Matócsi Pál urat. Szentesi vendégszeretett egyesület elnökét, és köszöntöm Móra József képviselő urat. Szentesvárosi Önkormányzat pénzügyi bizottság elnöke és Lokár Matyót, és azt is mondhatom, hogy talán egy történész is. Azért örülök, hogy itt van Móra képviselő úr, mert hogy szintén viseli ezt a témát, amelynek apropója a mai nap, hogy a Szekvár adatűrői 1979-ben kezdődött ásatást tart, 18-20 éves, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy emberöltői szakaszt foglaló tudományos kutatási eredménye, ez a múlt héten került az asztalra, a polcra, és imperatívan, barátian és teljesen korrektan és joggal Móra képviselő úr, barátunk figyelmeztetett bennünket arra, hogy ha van egy szegvári téma, hát akkor az minimum, hogy hogy szokták ezt mondani? Sógorainkat, testvéreinket, rokonainkat, ilyenkor egy közös ünnepléssel hívjuk, hogyha most úgy átvitt értelemben a szegvári adagi tisztelettel üdvözöljük, hogy a könyv megjelent, és ennek a könyvnek a kapcsán szeretném bemutatni, de hát kérlek István közénk, Ergold István kollégámat, aki idén májustól dolgozik nálunk, és remélhetőleg nagyon sokat fognak vele találkozni. István az egyik büszkeségünk, régészünk, és a Szegedi Tudományegyetem régészeti doktori iskolájának a tagja. Szokták azt mondani, hogy amikor az ember készül a doktoriára, akkor a slágvortokat, fejezeteket betartva, disziplinákat teljesítve először megszerzi a D betűt, aztán az R betűt, majd a végén a pontot is. Azt hiszem, hogy István, te már ott tartasz, ugye, hogy már csak a pont hiányzik. Avarkoros, koralvarkoros kutatók is, úgyhogy ezért is közel áll hozzá ez a mai téma. De az egésznek a csimboraszója még azért hogy fejeljen meg ezt a mai találkozót, hogyha minden igaz, akkor az elődő és professzorunk is lehet, hogy a mai napon beköszönt hozzánk, dr. Visi Zsolt igazgató úr, aki pontosan akkor volt igazgatója a Szentesi Múzeumnak, amikor én születtem, és amikor ez az ásatás elkezdődött, 1979-ben. Úgyhogy ez ilyen spirituális és szakrális történés a mai napon, hogy ha megérkezik a pécsi professzor úr, akkor nagy szeretettel fogjuk köszönteni, és akkor majd adom neki is szót és gondolatot. És még mielőtt átadnám a szót köszöntőre Móra József képviselő úrnak, engedjék meg, hogy a szokásos évi kellemes kulturális és szellemi együttműködésének kötelezettségének eleget tegyük, ugyanis a Szentesi Vendégszeretett Egyesületben minden évben még egy kulturális együttműködést tettünk, támogatjuk egymást. Járás Széchenyi Múzeumként ez kötelességünk, hogy a szellemi szocializációt, a lokálpatriotizmust, a helytörténetmutatást, a hagyományok tiszteletét azt támogatjuk, és a Vendégszeretett Egyesület is bennünket pedig azon támogat, hogy a modernről fogalmazzak egy ilyen kulturális barter folyamat, hogy ők pedig programokat hoznak hozzánk, elsősorban tavasz és ősz között a Polgárház kertjébe, amely ugye népszerű vidrac és gasztronómiai központunk. Úgyhogy engedjék meg, hogy most minden pécs keretek között Matkócsi elnök úrral aláírjuk ezt a megállapodást, de előtte a protokollt betartva kérdezem, hogy kíván egy ilyen gondolatot ehhez az évhez hozzáfűzni. Csak annyit, hogy annyit szeretnék, hogy három éve van ez az együttműködés, ez lesz a harmadik év, és nagyon sikeresen szeretjük a programjainkat. Tavasszal és ősszel már itt a Koszorúk teremben szoktuk előadásokat tartani. Nyáron vagyunk a Péter Pál ház udvarán, gasztronómiai kiegészítő programmal, zenei és egyéb programokat viszünk oda. A látogatókat most is megszervezik körsítő formájában, hogy a meglátogassák március 15-én a
időszakos kiállítást, és egy-két kuriózumot bemutatunk a látogatóknak. És a másik pedig ennek a mai programnak a múzeumi látogatása lesz. Igen, és hozzáfűzve azt, hogy gyakorlatilag most így a stafétát majd átadjuk Bari bátyának és annak a igazgatónőnek, hogy ezért végén már együtt tartsák meg majd a szegvári régészeti kutatásokról szóló előadásokat. És hogyha jól tudom, akkor köszönhetjük, mert talán én a szerzőm úgy köszönhetjük, professzor úr, a konferenciát. Professzor úr, jó napot kívánok! Megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ilyen hírműsor varázsa jellegre, Fortos Lászlót hoztam, a múzeum jelenlegi igazgatója, és az elődömet szeretettel köszöntöm. És akkor 50 évvel ezelőtt helyet foglalna nálunk, akkor a vendégeinket is bemutatnám. És akkor, hogy felvezetünk esetleg majd egy-két gondolatot elmondom. Ezt a tiszteletben megköszönjük. Szokták mondani, hogy ez az élő műsor varázsa. Professzor úr, hogyan fogalmazott? 50 évvel ezelőtt volt itt a kutatások? Hát, a 69 területben nem érkezett. Sikeres kulturális igazgatónak is köszönjük szépen. Féle foglalja helyen. És professzor úr, ön mellettől jobb rész felől az a személy, aki a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza és a mai előadást tartaná. Úgy tudom, hogy önök írásban már tartották a kapcsolatot. Utólag igen. És hogy mindenkit harmóniába hozzak és ledobja a mélyvízbe, azt kérdezném, hogy van-e arra lehetőség, hogy meghallgassuk a kollégám előadását, és aztán az ön tapasztalataival, eredményeivel kiegészíteni. Vagy esetleg ön egy felvezető gondolatsort mondaná neki. Melyik a szimpatikusabb? Tisztelt igazgató úr, mondanám. Zavarban vagyok, mert jó, hát lehetett tudni, mert jeleztem, hogy eljövök vételesen. Lehet, hogy tudtam most a programot megmagyarázni, mert hiszem, hogy szimpatikus dolog lenne. Szívesen mondok néhány szót, akár előtte, akár utána, akkor is tapasztalatlányról, szegvárról, esetleg másról is. Tehát ez nem köszönöm. Köszönöm. Akkor én azt javasolnám, hogy az előadás után, amikor egy beszélgetés lesz, egyfajta fórum, akkor megköszönjük majd professzor úr gondolatait. És akkor tartanák a sort, és akkor felkérnek a város részéről a fenntartott képviselőt, a Móra József képviselőt, hogy tartsa meg üdvözlő köszöntőjét. Mit jelent az, hogyha létezik olyan tudományos kör, aki megszállottan foglalkozik a múltunkkal? Ez a két kötet nem csak súlyra rendkívül nehéz, hanem hogyha valaki elkezdi forgatni, akkor ebben olyan információkat kap, ami a temetővel kapcsolatosan olyan tanulmányokat tartalmaz, ami a jelenlegi tudomány állása szerint a legkorszerűbb. És én azt gondolom, hogy kivételes az a régész, aki ilyen hosszú ideig tud egy témában kutatni, és ilyen hosszú időn keresztül meg tudja szerezni azokat a szakembereket, akik hajlandóak
vele együtt dolgozni, és egy ilyen munkát kiadni. Természetesen szerénytelenség, amit mondok, ez a munka csak azért jelenhetett meg, mert voltak olyan szponzorok, akik ezt a munkát támogatták, és a könyvnek az előszavában Szentes Városi Közalapítvány kuratóriumának elnöke írta az előszó, azért, mert a közalapítvány elég jelentős összeggel járult hozzá, hogy ez a két kötet megjelenik. Mindenki fölteszi a kérdést, hogy és mi közel ehhez Szentest. Gyakorlatilag tudniuk kell azt, hogy Szentes múzeuma az a Szentes járási régészeti föltárásokat koordinálta. És így ezek a leletek, amik itt le vannak írva, és azok a föllett tárgyi bizonyítékok, azok a múzeum gyűjteményében vannak. Úgy is, mint van egy másik híres lelőhely, amelyik sajnos nem ilyen kort ért meg, mint az orrombűlői ásatás, az is a szeglári, az a tűzkövesi föltárás. A tűzkövesi Isten, hogyha bárhová elmegyünk az országba, a Sarlós Istennel, a Sarlós Isten másolatával szinte mindenütt találkozunk, akár a mezőgazdasági múzeumban, akár a nemzeti múzeumban, és nem beszélve arról, hogy a tűzköves lelőhelynek a föltárását sajnálatos módon nem segítették úgy, mint ahogy az orrombűlői föltárást. Tűzkövesen volt ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt egy konferencia itt szintén a múzeum szervezésében, ahol megállapították, hogy még több helyen kellene ásni, és biztos, hogy találnának még a tűzköves Istennel kapcsolatos levetegyüttest, de sajnálatos módon annak idején a tehenészete telep bővítésével kapcsolatosan gyakorlatilag ezek a leletek ott álltak a földre. Nagyon szerencsés az, hogy vannak olyan támogatók, akik annak idején ezt az ásatást is támogatták. Eltűrték azt, hogy ott ezen a területen ez a nagyszabású munka folytatódjon, és természetesen a szegvári kubikusok, a szegvári emberek is nagyon sokat tettek azért, hogy ez a két kötet megszülessen, mert ők a kézi munkájukkal az ásatás nehezét végezték. Én tisztelettel köszönöm azt, hogy igazgató meghallgatta azt, hogy ha már szegvári ásatásról van szó, akkor ezt a kötetet a szegvár községnek úgy adjuk át, hogy ne csak itt van, fogjátok meg, hanem úgy, hogy egy kicsit ünnepélyes keretek között, mert én azt gondolom, hogy a szegváriakat is meg kell tisztelni azzal, hogy ezt a nagyszerű munkát ott is megismerjük. Én nem hiszem, hogy mindennapos olvasmánya lesz majd a szegváriaknak, nem úgy, mint Grecsó Krisztiánnak a művei, mert ez kimondottan szakmai anyagokat tartalmaz, de a szakma szegényebb lenne azzal, hogyha ez a két kötet nem jelent volna meg. Én ezekkel a gondolatokkal ajánlom önöknek a mai előadást is, és a kötetet pedig a szekváriában. Köszönjük szépen! Tisztelt vendégeim, Hergor Kristóf kollégám előadása előtt két hivatalos bejelentés való van, éppen a fenntartó felé, hogyha lehet fogalmazni, az egyik az, hogy e heti friss hírem Bernard Zsolt főigazgató úrral való tárgyalásom hétfői napon történt, amikor megerősített abban, hogy a szegvári tűzköves ásatásnak az antropológiai leletei feldolgozva a Természettudományi Múzeumban vannak. Ez számomra egy új információ volt, de
megerősítést kaptam, hogy a leletek feldolgozásának eredményeit megismerhetjük, elhozhatjuk ezeket a leleteket ide ebben az évben, szeretnék bemutatni majd a nagy egyetemének. A másik pedig, hogy egy stratégiai megállapodás keretében a Természettudományi Tudományok Múzeummal és a Magyarság Kutató Intézettel karolt le, a két település vezetőinek a beleegyezésével és szorgalmazásával szeretném bejelenteni, hogy a Szentmár-Orondülői ásatást már ebben az évben lehetőleg valamiféle központi forrásból, pályázatból, támogatásból, miniszteri keretből ezt a temető ásatást folytatni fogjuk. Tehát azt, amit a Lőrinczi Gábor elkezdett, azt még 2023-ban megpróbáljuk folytatni Kristóffal. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Előjáróban hadd jegyezzék meg annyit, hogy úgy gondolom, hogy nagy fába vágja a fejszét az, aki ilyen rövid időn belül próbál egy teljességre törekvő előadást bemutatni Szegvárnak a régészeti múltjáról, illetve a kutatásnak a jelenleg és jövőbeni állásáról. Éppen ezért én úgy gondoltam, hogy inkább csak egy áttekintést nyújtanék itt a híresebb, ismertebb lelőhelyek, illetve leleteknek az ismertetésével, ezáltal is bemutatva azt, hogy milyen gazdag is ennek a településnek a régészeti hagyatéka. Azonban mielőtt maguknak a leleteknek, illetve a lelőhelyeknek az ismertetésébe kezdenék bele, fontosnak tartottam egy kicsit magát a földrajzi környezetet is néhány diával bemutatni, illetve ismertetni. Szegvár térsége, vagy Szegvár települése ugye itt a Dél-Alföldön, a Tisza, a Maros, illetve a Körös által határolt háromszögben helyezkedik el, mely terület a jelenlegi képéhez jóval mocsarasabb volt, hiszen a folyószabályozások előtt egy igencsak vizekben gazdag térséggel számolhatunk. A Marosnak a jelentős mederváltoztatása, vagy több olyan hordalékunk is képződött, illetve ugye más folyóknak a mederváltásából is, amely megtelepedésre alkalmas területeket hozott létre itt a régióba, és ugye Szegvár is egy ilyen síkon, a Csongrádi síkon helyezkedik el. Innen ebből a régióban már a neolitikum időszakától kezdve vannak nyomaink az emberi megtelepedésre. Ahogy már említettem, ez a bővízű folyóknak, illetve az ereknek a közelségéből is fakadhat, hiszen ugye az emberi lét alapvető feltétele a vizeknek a közelsége. Ez ugye az élelemszerzéstől kezdve akár a közlekedésben is megmutatkozhat, de ugye ezek a mocsaras területek egy jól védhető területeket is ki tudtak alakítani itt a térségbe. Szegvár közigazgatási területén belül 112 régészeti lelőhelyet tartunk nyilván jelenlegi állásunk szerint. Ugye az egyik leghíresebb lelőhely a Szegvár tűzköves lelőhely, amiről kevesen tudják, hogy már egészen korán, 1878-ban maga Rómel Frólics is említést tett. Ugye maga a tűzköves lelőhely is igencsak beszédes. Rómer is felfigyelt arra, hogy itt a térségben több kova, illetve kőeszköz is megtalálható. És annak ellenére, hogy már itt a 19. századi végétől a hazai, illetve a nemzetközi kutatások a homlokterébe került a lelőhely, az első ásatásokra az 50-es évekig kellett várni, ekkor Csalog József kezdte meg szisztematikusan vizsgálni a lelőhelyet. Ezt követően pedig ugye a 70-es években Korek József, valamint Hegedűs Katalin végzett leletmentést a területen. Majd 2008-tól újabb lendületet vett a kutatás, mikor az ELTE-nek a Régészettudományi Intézete, valamint a Deutsche Archäologische Institut közös vállalással kezdte el ismét vizsgálni a lelőhelyet. Sokáig a kutatás úgy gondolta, hogy itt a tehenészet, illetve a TSZ-nek az építő munkálatai megsemmisítették ezt az igen nagy kiterjedésű települést, ám az ELTE kutatásai bebizonyították, hogy ő több olyan felrendelt lelőhely résszel is számolhatunk itt, amelyek újabb adatokat tudnak hozzátenni magának a tűzkövesi lelőhelynek az ismertségéhez, vagy az adataihoz. Ismét csak hangsúlyozni szeretném, hogy milyen nehéz ilyen rövid idő alatt minden egyes tárgyról, vagy átfogóan beszélni magáról, akár a tűzkövesi lelőhelyről is. Éppen ezért én néhány csak érdekesebb tárgyat kívántam hozni és bemutatni. Ugye rendkívül híresek itt ennek a késő neolitikum kultúrának ezek az arcos edényei, valamint a csőtartós tálai. Az arcos edényekről a kutatás nincs teljesen
megállapodva, hogy hogyan is lehetne interpretálni. Sokan úgy gondolják, hogy valamilyen termékenységi rituáléval, vagy esetleg valamilyen szerepel hozhat összefüggésbe. Egyesek pedig úgy gondolják, hogy valamilyen óvóvédő szerepe, tehát mindenképpen valamilyen szakrális funkciót tölthettek be ezek az edények. Viszont azonban praktikus célokat is szolgálhattak, ugyanúgy az arcos edények és a csőtalkastárak is egyaránt valamilyen tároló edényként lehettek használatosak. És hát ugye, ha már Szegvár tűzköves, akkor nem mehetünk el az itt föltárt öt idol mellett, köztük is a leghíresebb, a Sarlós istenként elhíresült idol maradvány, idol töredék. A leletnek a jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy jelenleg is Amerikában egy állandó kiállításon szerepel a tárgy, így sajnos élőben még egy pár évig nem tekinthető meg itt hazánk területén. Maguk az idoloknak a közös jellemzője, hogy mindegyik zsámolyan ül, ám mindegyik tartalmaz valami csak rá jellemző sajátosságot, ami alapján kiemelkedik, illetve élesen elválasztható többi idolhoz képest. Magát a Sarlós istent többféleképpen értelmezték és értékelték a kutatók. Kezdetben valamiféle istenséggel próbálták összehozni, először ugye Kronosszal, a görög istennel, valamint egy mezopotámiai elnevezetű istennel is összefüggésbe hozták, ám az újabb kutatás kiderítette, hogy ő valószínűleg itt a helyi közösségen belül egy kiemelkedő szerepel bíró szemét rögzíthetett meg ez az idol, tehát ő szakrális szerepéből, vagy ezt a szakrális funkcióját mindenképp elvesztette, vagy tompult az idollal kapcsolatban. Egy jó nagyot ugorva az időben, itt a Krisztus előtti 10. évezredből a Krisztus utáni 6. század második felére lépünk át, mikor is a Kárpát-medencét egy az Eurázsia és Steppe zónával érkező nomád közösség, az avarok vették birtokukba, és telepítették be itt magát ezt a tiszamoros vörös vidéket is. Az avarokról nagyon jól tudjuk az írott, illetve a régészeti források alapján, hogy nem tekinthetők egységes népcsoportnak. Erre a már itt bemutatott tiszamoros vörös vidék is kiváló példaként szolgál, hiszen az itt feltárt temetkezések mind régészeti anyagukban, mind a temetkezési szokásaikban olyan sajátos vonásokkal rendelkeznek, mely alapján jól körülhatárolhatóak itt a kaganátus területén belül. Ezeket a sajátosságokat már korán elkezdték vizsgálni, illetve korán felfigyeltek ezekre a kutatók. Legelőször Csallán Dezső, illetve Kovrig Ilona volt az, aki felfigyelt arra, hogy itt az alaplakosságtól eltérő közösségnek a szállás területében lehet számolni. Ám a kutatásban nagy előrelépést jelentett Lőrinci Gábornak a munkássága, aki a térség korabeli temetkezési szokásait gyűjtötte össze. Ezt követően pedig Bende Lívia volt az, aki a késő avar temetkezési sajátosságokkal foglalkozott és elemezte behatóan. De hogy mik is ezek a temetkezési szokások? Ugye legmarkánsabb különbség a kaganátus többi területéhez képest az az, hogy a korabeli időszakban leginkább észak-kelet-délnyugati, valamint kelet-nyugati tájolásban helyezik a sírba a halottakat, tehát a fej az mindig nagyjából a keleti irány felé van orientálódva. Ez az avarkor második felében, nagyjából a 7. század második felétől megfordul, és inkább az észak-nyugat-délkeleti, valamint a nyugat-keleti tájolás kezd el nagyobb számban megjelenni. Ami még inkább különlegessé teszi ennek a régiónak az avar hagyatékát, az a különleges sírformáknak, mint a füles, a patkás, a palmajos, illetve a fülke síroknak az igen gyakori megléte, ezekről majd később alaposabban is számot fogok adni. De ugyanilyen különleges szokás a fegyver melléklet adás szokásának a kis száma, valamint az edény melléklet adásnak a gyakori mi voltak, illetve rendkívül nagy számban kerülnek a sírokba bizonyos állati eredetű mellékletek is. Szegvár környékéről több híres, illetve izgalmas avarkori sír, illetve lelet együttest is ismerünk. Mégis én egy olyan lelőhelyjel kezdeném a bemutatást, ami már korán felszínre került, mégiscsak 1979-ben Bóna Istvánnak köszönhetően vált ismerti szélesebb körben szakma tekintetében. Magát a Szegvár sápoltali temetkezés 1952-ben találták véletlenszerű földmunka során. A sír rendkívül mosoha körülmények között tengődött, a leletanyaga elveszett, és tulajdonképpen csak visszaemlékezésekből, illetve kisebb hitelesítő ásatásként is értelmezhető munkából vannak viszonylagos adataink a leletről, illetve magáról a sírról.
Sápoldalon egy nyugat-kelet tájolású férfinak a sírja, egy fülkesíros temetkezés került elő. A férfi mellé egy teljes, valamint egy részlegesen eltemetett lovat felszerszámozva helyeztek. Úgy gondolom, hogy a teljes lótemetkezés nem érdemes részletesen taglalni. A részleges lovas temetkezésről pedig annyit érdemes tudni, hogy ebben az esetben, mikor leölték a lovat, akkor tulajdonképpen a bőrét úgy nyúzták le, hogy a lónak a lábszárcsontjai, illetve a lónak a koponyáját benne hagyták ebbe a bőrbe, és ezt helyezték a halott mellé. Ahogy itt a képen is lehet látni, itt is a lószerszámzatnak a bizonyos részeivel. Mi különlegessé teszi továbbá a sírt, az az, hogy az elhuntat koporsóba temették el, valamint rendkívül sok fegyvert helyeztek mellé, lehet látni, hogy az íját, láncsáját, nyílhegyeket, páncéltövedéket, kardot, bizonyos arany, illetve ezüst ékszereket is a halott mellé helyeztek, valamint az avar kor talán legemblematikusabb leletét is, az ő garnitúrát, mely az avar társadalomban tulajdonképpen egy ilyen presztízsperként is értelmezhető, hiszen teljes jogú férfivá válásnak volt a szimbóluma. Bóna István ezt a temetkezést úgy értelmezte, hogy ez valószínűleg egy első generációs, még ázsiai születésű avar előkelőnek lehet a sírja, aki a Kárpát-medencébe való költözés után nem sokkal kerülhetett eltemetésre. Rendkívül sokáig magányos sírként kezelték ezt a temetőt, vagy ők magát a sírt, ám Lőrinczi Gábor egy hitelesítő ásatás során felfigyelte arra, hogy itt nem magányos sírral számolhatunk, két további felnőttnek is feltárta a temetkezését, valamint hét gyermek sírt is feltárt, mely arányaiban nézve igen nagy gyermek halandóságra enged minket következtetni. Így, hogy most már egy átfogó képet tudott alkotni a sápoldali kis sírszámú temetőről, megállapította, hogy ez valószínűleg nem egy első generációs betelepülő avar közösség lehetett, hanem sokkal inkább az avar megszállás követően, tehát az 568-as évek után nem sokkal, 650-es évek táján nyithatták ezt a temetőt, és mivel kevés sír került elő belőle, nagyjából egy évtizedig lehetett használatban. És hát ugye a Szegvár-Aromdüllői temetőről már sok szó esett itt előttem, mégis azonban talán mint a nyers adatokról annyi nem esett. Ugye magát a temetőt 1980 és 97 között tárta fel a már korábban említett Lőrinczi Gábor. A nagyjából 36 ezer négyzetméternyi feltárt területen több korszaknak a leletanyaga is napvilágot látott, ám ezek közül is kiemelkedik az a 467 síros koravar temető, mely jelenlegi tudásunk szerint a Tiszántúlnak a legnagyobb sírszámmal bíró koravar temetője. Ennek köszönhetően, illetve az ásatási eredményeknek köszönhetően jóval átfogó képpel tudunk bírni az itt meleg megtelepedett avarságnak nem csak a kulturális kapcsolatairól, de a temetkezési szokásairól, és hát persze a térségnek a megszállásáról és betelepítéséről is. Ami esetleg még érdekes információ lehet, az az, hogy nagy sírszám ellenére a temető tulajdonképpen délkeleti oldalról tekinthető csak lezártnak, hiszen az észak-keleti szélét homokbányászással semmisítették meg, a délnyugati, illetve északnyugati széle pedig feltáratlan maradt. És hát ugye a Szegvár-Aromdüllői kötetre, illetve a síroknak és a feltárásnak beható ismertetésére 2020-ig, illetve 2022-ig kellett várni. Két kötetben jelent meg a temetőnek a publikációja, az elsőben a síroknak a katalógusa szerepel, míg a másikban magának a temetőnek, illetve a temetkezési szokásoknak az elemzése. Ami mindenképpen különlegessé és előremutatóvá teszi magát ezt a kötetet, illetve a publikációt, az az, hogy ő régész közösséggel eltérően nem önállóan elemezte a temetőnek az egyes részeit vagy egységeit a feltáró Lőrinczi Gábor, hanem a szakma specialistáival, 14 szerzővel, 12 fejezetben elemezte jóval behatóbban, például az avar temetőnek a gyöngyleleteit, a kerámia mellékleteit, valamint a fegyver mellékleteit is, és még hosszasan lehetne sorolni, hogy mi mindent is. Jó magam, most nem vállalkozok arra, hogy itt minden egyes fejezetet és minden egyes praktikus behatóan elemezzek. Sokkal inkább úgy gondoltam, hogy inkább csak a legérdekesebb és a legemblematikusabb tárgyakat hozom bemutatásképpen itt a temetőből. Ugye, ahogy már említettem, az avar régészeti anyagnak leg
jellegzetesebb tártípusai, azok a bizonyos öfgarnitúrák, melyekkel a férfiakat szokták eltemetni. A korai időszakban leginkább lemezből trések, ezüst, illetve bronz, inkább esetben aranylemezből trések, szívégekkel, illetve öbberetekkel ellátott garnitúrákat helyeztek a halottak mellé. Mindemellett pedig itt az orondűlői temetőből szintén egy jellegzetes koralvarnak mondható verettípus is, úgynevezett Martinovka típusú veretek is szép számmal kerültek elő a temetőből, illetve a feltárás során, melyek az újabb kutatások alapján bizánci kapcsolatokat is tükröznek. Ez nem meglepő, hiszen az avar történelmet nagyjából a 7. század második feléig a Bizánccal való igen szoros békésnek kevéssé mondható viszony határozta meg. Mindemellett pedig igen jellegzetesek koralvar hagyatékból ezek az úgynevezett pávaszenes gyöngyök, ami azonban talán különlegesebb leletanyagnak mondható, ezek itt a dia felső részén található úgynevezett millefiori gyöngyök, melyek sokkal inkább valamilyen merovin vagy germán kapcsolatok vagy hatásra jelenhetek meg itt az avar temetőbe. Ugye ez sem olyan meglepő, hiszen annyit érdemes tudni, hogy a 6. század második felében annak apropóján kerülnek be ide a Kárpát-medencébe az avarok, hogy a Dunántúl térségét élő langobardok kérik föl őket, hogy az Alföldön élőket itt a királyságot együttes erővel tudják felszámolni. Ennek fejében ajánlja föl a langobard uralkodó az avar kagának, tehát az avar fejedelemnek a Gepida szállás területet. Tehát ezek a kulturális kapcsolatok már egész korán megjelennek az avarság történetébe. Ugyanúgy kereskedelmi kapcsolatokat sejtetnek a korallból készült gyöngyök. Az, hogy ezek pontosan most milyen kapcsolati térképpel írnak, szintén megérne egy külön előadást is. Ami azonban bizonyossá teszi, hogy ez nem helyi előállítás lehet, az az, hogy ez a térség korallban viszonylag szegényesnek mondható. Szintén egy igen jellegzetes korallban lelettípus, Rószer számzatnak bizonyos részei, többek között az az úgynevezett hosszú fülű kengyel, mely nevét itt a megemelkedett kengyelfülről kapta, valamint a Rószer számzat részeként ezek a három karélyos Rószer számveretek tekinthetők szintén igencsak jellegzetes avar verettípusnak, ezek is szintén igen vékony lemezekből készültek préssel is útján. A hátuljukat általában valamilyen ón vagy ólomötvezettel vagy ólommal töltötték ki, hogy ugye a lovaglásból eredő rázkódásokat vagy ezeket a mozgásokat jobban viseljék. És hát már eurázsiai nomád népekről beszélünk, nem mehetünk el talán a nomadizmusnak a legényesebb példája, de a párhuzamával az így merevítő csontoknak a ismertetésével, a bemutatásával, az orondülői temetőből is szép számmal kerültek elő, reflexívnak ezen maradványai. A koralvar korban leginkább ezek a keskeny, ívig csonttal ellátott íjak voltak divatban. A késő avar időszakra a csontlemezeknek ezek a végei kissé kiszélesednek. A kutatás sokáig úgy gondolta, hogy ezeknek a csontoknak praktikus szerepe is volt, az íjat tudták valamilyen formában erősíteni, ám az újabb kutatások, illetve a kísérleti régészeti eredmények bebizonyították, hogy ezeknek a csontoknak sokkal inkább valamilyen esztétikai értéke lehetett, ettől nem vált erősebbé maga az íj. És hát végül, de nem utolsó sorban még egy szintén kereskedelmi kapcsolatoknak egy jó lenyomatát képező csattípust is szeretnénk bemutatni, ez az úgynevezett szürakuszai típusú csat, mely a maga korában egy bizánci tömegáramnak tekinthető, a női, illetve férfi viseletnek igen népszerű darabja volt, Bizáncban tömegével került elő, ez is ezt mutatja, hogy itt a térségben, illetve a kaganátus milyen kiterjedt kapcsolati hálóval is, a háborús viszontagságok ellenére milyen élénk kereskedelmi kapcsolattal bírt a környék irodalmaival, különösképpen a bizánci irodalommal. A hétköznapinak mondható leleteken kívül azonban még Orondűlőről több különleges tárgy is előkerült. Ezek közül most én csak a pártákat szeretném kiemelni, amelyeket igen szerencsés módon in situ, tehát eredeti helyzetébe sikerült megfigyelni a feltárónak. És itt a veletek elhelyezkedéséből sikerült kiszerkeszteni, illetve rekonstruálni korabeli fejviseletet, illetve feltételezhető korabeli fejviseletet. Mindazonáltal a fej
fejviselet részeként klasszikus avarnak mondható fülbevalók, illetve tártikusok is előkerültek. Ezek a gulacsüngős fülbevalók rendszerint aranyból készültek. Itt a rekonstrukciós rajzon meg is lehet figyelni, hogy nagyjából hogy nézhetett ki élőben, vagy hogy viselhették ezeket. Ugyanúgy jellegzetes koraavar anyagnak tekinthetők ezek a kis, illetve nagy lemezgömbös fülbevalók is. És hát sok szó esett már az avar öfgarnitúráról. Itt már erről a szürakuszai típusú csatról is említést tettem. Ahogy már mondtam, itt az avar férfi társadalomban a felövezésnek komoly kulturális jelentősége volt. A teljes jogú férfi, vagy a társadalom teljes jogú tagságát jelezte az övnek a birtokba vétele. Még egy másik különleges garnitúrát is szeretnék csak felvillantani. Ez az alpi típusú beretekként számon tartott öfgarnitúra szintén egyfajta germán hatásra jelenhetett meg itt az avarkabarátus területén belül, és így Szegváradon ülő térségében is. Tehát látható, hogy még a reprezentáció elemei is sok esetben erőteljes kulturális kapcsolatokat feltételeznek cikknek telepedett térségnek a hagyatékában. Ahogy már említettem, a Tiszamaros körös vidékén igen gyakran helyeznek edény mellékleteket az elhunytak mellé, a Szegváradon dűlő temetőjében sem volt másképpen. Már a kulturális kapcsolatoknál maradtunk, akkor erre az edényre hívnám fel a figyelmet. Szintén az edény formája egy erőteljes germán hatás tükröz, hiszen ezek a kónikus, élesen megtörő edényformák viszonylag tipikusnak mondhatók. A koralvar időszakban azonban már egy hasonló edénytípusok jelenhetnek meg, ez valószínűleg valamilyen germán hatású fazekasságnak lehet a terméke. Mindemellett másik különleges leletre is felhívnám a figyelmet, annyit még hadd tegyek hozzá gyorsan zárójelben, hogy ezek nem méretarányos képek, tehát például ezek a nagyjából vázaformát mutató edények jóval nagyobbak, mint ez a kis pohár. Mégis a rajta látható ember ábrázolás miatt érdemesnek tartottam felnagyítani, valamint szintén egy jellegzetes avar díszítő technikát itt a teremnek a bevallására is szerettem volna fölhívni a figyelmet. Mindenellett különlegességként és mindenképpen egyedi tárgyként tarthatjuk számon ezt a négy kiöntőcsöves edényt, mert a kutatás azt feltételezi, hogy ez valamilyen rituális eszközként tartható számon. A négy kiöntőcsőbe valószínűleg négy különböző vagy több különböző folyadékot keverhettek össze, ugye ami az edény hasában összekeveredett, és ez valamilyen ivási szokáshoz, vagy valamilyen ivászattal összefüggő rituális szerephez kapcsolható. Amit ki lehet emelni itt a szegváradon dűlői edényeknek a kutatásánál, az, hogy az edények aljából vett pollen minták elemzése során kiderült, hogy még a kutatás sokáig úgy gondolt, hogy ezekben étel vagy valamilyen ital mellékletet tárolhattak. Ezekből a pollenekből kiderítették, hogy igen gyakran virágcsokrokat helyeztek az elhunytak mellé. Így tehát érdemes más szemmel tekinteni a későbbi kutatás során is, illetve bármikor is ezeknek az edény mellékleteknek, vagy az edényeknek a pontos funkciójára. Eddig a leletanyagról beszéltem nagy vonalakban, most pedig rátérnék a különleges sírformák, illetve a koromdűlőben feltárt temetkezéseknek az ismertetésére. Ahogy már említettem, itt a Tiszamaros körös vidéken a padmajos, illetve a fülkesírok igen nagy számban jelennek meg. Ebből hoztam egy példát. Padmajos sírt általában úgy alakítja ki, hogy kiásásra kerül maga a sír akna, és a föld alá a sírnak a hosszanti oldalát mélyítik lejjebb. A síraknában valamilyen áldozati állat kerül, magába a padmajba pedig az eltemetett személy, itt a képen esetünkben egy gyermek. Szintén a térségre jellemző különleges sírforma, az úgynevezett fülke sír. Ez annyiban tér el a padmajos temetkezéstől, hogy itt a síraknak rövidebbik oldalát mélyítik le a föld alá, és tulajdonképpen ebbe csúsztatják bele az elhunytat. A síraknában itt is állati eredetű melléklet kerül. Ezek a sírok igen nagy méretűek, hiszen ugye egy teljes vázat a föld alá kell elsülyezteni. Éppen ezért igen nehéz is föltárni ezeket a temetkezéseket. Általában, hogyha a hely lehetővé teszi, a sír mellett egy ilyen munkagödröt hozunk létre,
és így akkor a sírt föntről, illetve oldalról is meg tudjuk figyelni. Érzékelhetővé válik a fülkének a lejtése, valamint magának a sír komplexumnak a szerkezete. Azonban nekem is volt szerencsém egy ilyen fülkesírnak a kibontásában részt venni. Baktó Makos erdőről, Szeged mellől hoztam ezt a képet. Itt mi helyszínkében voltunk, és mi teljesen csak föntről tudtunk függőleges irányba ráásni erre a fülkére. Nagyon különleges élmény volt a sírnak a kibontása, hiszen olyan meredek volt maga a fülke, hogy ahogy a sírt bontottam, tulajdonképpen az elmúlt velem szemben állt, és farkas szemet néztünk egymással. Mindenképp érdekes és izgalmas egy-egy ilyen temetkezést alaposabban is föltenni és megismerni. Azonban a temetőben nem csak ilyen különleges sírformák fordultak elő, az egyszerű aknasírokból is számos temetkezés látott napvilágot. Itt a dia nekem jobb oldalán látható elhunyt testtartására hívnám fel a figyelmet. Azt érdemes még itt zárójelben megjegyezni, hogy az elhunytak hátonfekvő nyújtott testhelyzetben feküdtek a sírok jelentős részében. Sok esetben koporsónak is a nyomát meg lehetett figyelni, ám a koporsók jelentős része vagy egyszerű röntgöl vagy koporsó volt, vagy facsapolással ellátott deszkakoporsó. Ritka az, amikor vasszerelékkel ellátott koporsóba helyezik az elhunytakat. Ott ugye a koporsó meglétét egyértelműen jelzik ezek a bizonyos vas tárgyak. Azonban, hogyha múlandó anyagból készül a koporsó, akkor vagy a sír betöltésében érzékelhető színelváltozás, vagy valami más színű, vagy más szerkezetű betöltési réteg jelzi annak meglétét, vagy a halottnak a testtartása. Itt a felhúzott váll és ez a kicsit összehúzott test jelzi, hogy az elhunytat koporsóba temethették el, hiszen ahogy a röngöt ilyen U alakban kiválták, ahogy belehelyezték az elhunytat, a vállai ebbe az U alakba feküdtek fel, így láthatott azonosítható be magának a röng koporsónak a megléte. Középső díján pedig a részleges állattemetkezésről hoztam egy példát. Jól látható már korábban sárkoldalnál fölvillantott képen, hogy a ló koponyája mellett két lábszár csontja került a halott alsó részére, vagy altestére elhelyezésre is. Ugye itt a ló bőrénél nagyjából a hát részére a lószerszánszat részé is kerültek. És ahogy már említettem, nem minden esetben háton fekvő nyújtott helyzetben helyezik el az elhunytakat. Itt is azt figyelhető meg, hogy egy szinte már-már zsugorított temetkezésként is, hát ennyi zsugorított pozícióba, úgymond csak bedobva helyezték el a halottat temetés során. Az avar kabonátus, vagy illetve, ha úgy is mondhatom, az avar régészetben nem példa nélküli eset, amikor többes temetkezésekkel találkozunk egy-egy temető feltárásán. Orombülő esetében is több páros, illetve többes temetkezés is előkerült. Nagyon sok esetben közösen szokták eltemetni a férfi, illetve nőket. Itt most a rokoni kapcsolat, vagy bármilyen kapcsolat nagy kérdés, hogy mi lehetett, hiszen előfordul olyan példa is más temetők esetében, ahol két férfi temettek el így egymás mellé. Illetve igen gyakran gyermeket is vagy a férfi, vagy az édesanyja mellé helyezik el. Úgy gondolom, hogy ezeknél a síroknál válik mindenki számára világosság, hogy igazából a korabeli ember nem sokban különbözhetett a maitól, hiszen ugyanazok az érzelmek kavarokattak bennük, és ugyanazok hasonló problémákkal küzdhettek, mint mi is, és egy-egy ilyen sír feltárásánál döbbenhetünk arra, hogy a sírban feltárt csontok valójában korábban húsvér emberek is voltak, és kellő méltósággal kell felülválni, és kellő tisztelettel kell föltárni a temetkezéseiket. És hát az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy a lehető legalaposabban ismertessem itt Szegvár régészetének a múltját, illetve a régészeti feltárásoknak az eredményeit. Mégis fontosnak tartottam egy rövidebb áttekintést adni azokról a témákról, amikről akár még szó is eshetett volna, hiszen fontos lett volna, vagy érdemes lehetett volna kiemelni, hogy már 1927-ben a múzeum alapítónk Csallány Gábor is ásatásokat végzett a területen. Ugyanúgy a fiával, Csallány Dezsővel több avar temetkezést is tártak föl. Mindemellett a Szegvár környéki lelőhelyek ismertségének hatalmas lendületet adott Kuruc Katalinnak a
terepbejárásra, amikor is 60, közel 60 régészeti lelőhelyet sikerült azonosítani a település közigazgatási területén belül. Mindemellett Szegvár szőlőkarja honfoglaláskori temetője is érdemes lett volna a bemutatásra, ez ugye Hegedűs Katalinnak a feltárása volt. Ha jók az információim, akkor ennek a temetőnek is készül egy hasonló publikációja, mint a Szegváron dűlői. Mindemellett Szegvár belterületén is történt egy feltárások. Vörös Gabriel a 92-ben Vármegyeházai épületén azonosított egy 16. századi kastélyt, illetve annak a vincéjét, de ismét csak hangsúlyozni szeretném, hogy az idő rövidsége nem teszi lehetővé, hogy minden egyes ásatást fel tudjak sorolni. Éppen ezért ezt a stratégiai jelzést vastagszerűen szeretném mutatni, napestig lehetne sorolni a Szegvár környékén végzett régészeti feltárásoknak az eredményét, a bemutatását. És én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmet. És kedves felesége adhatat a múzeum szolgálati lakásának, amit tulajdonképpen nekünk ígértek friss házasoknak, de hát nem kaphattuk meg, mert a csalogházaspárnak a város nem tudott megfelelő lakást biztosítani. Még addig sem, amíg itt voltam meg azután, és nem tudom, hogy történt a dolog, már aztán nem nagyon tudnám felidézni. Minden esetre közvetlen jó kapcsolatban voltunk egymással, és egy évvel korábban került a múzeum élére Trogmayer Otto, aki akkor már legalább 8 éve a Szegedi Múzeum végészet volt, de elnyerte Bálint Alajos nyugdíjazását követően a megyei múzeum igazgatói posztot, és a Csongrád megyei múzeumi szervezet három régészen büszkélkedett. Az egyik volt Trogmayer Otto, a másik volt Bálint család, a harmadik pedig
távol van valaki, amiről most valamit látott, és akkor meg kell célozni, és mit is eltalált a fiú. És ez nem volt más, mint a még álló gótikus kapja a templomnak, amelyből a szobrok a szerencsére már korábban kimentették és elvitték szét. Na, mindegy, megtaláltuk, és én voltam az első ebben a kampányban, hogy két hétig dolgoztam, és a két hét alatt azokkal a gimnazistákkal, akik most már persze igen idős valakik, hogy találnak, én biztos sokan, sikerült föltárni a teljes templomot. Na, ennyi volt, viszont egy tragikus esemény miatt vissza kellett. Visszahívtak, meg visszamentünk Dunai városba, és ezért volt ilyen rövid idő a szentesi időszakon. De azért még menetben sikerült megalapítani a Csallánkárpot múzeum baráti kört az utolsó pillanatban, és utódom pedig az évfolyamtársam, ahol nemrég elhúzt Hegedűs Katalin lett, és aztán a többiekben lesz igazgatóra, és ennek is gondolom elég jól ismeri. Szegvárhoz? Hát ahhoz is volt némi közön, hiszen Csalog József a maga ragasztás mosolyával és a törvényfont beszélmódjával nem intelligensen. Hát sokszor beszél erről, meg hogy dolgozik rajta, készül a nagy publikációval, feldolgozással. Állt a kiállítás, amit ő rendezett, a Ligeti épületnek a ránézünk a bal oldali utolsó tervébe, egy nagyon modernnek számított kiállítás, amikor a 60-as évek elején készült. Úgyhogy ezeket így természetesen ismertem meg a helyszínt is, és annak idején készülődött tőlem a munkára, és nem tudom, ismerik-e Korek Józsefnek a nevét esetleg. Szegeden végzett még a 30-as években régészként, és akkor ő a Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese volt, és maga is neolit kőkori témákkal kutatója volt, hiszen itt nőtt ki Banner János, szóval aki akkor még Szegeden volt, Banner Jánosnak a tanítványaként, Bálint Alajossal, Párduc Mihályal és másokkal. No, lejött egyszer a Korek József ide, és akkor nagy terveket szőtt Csalog Józseffel, hogy hogy fogják folytatni, meg mit fognak itt csinálni. És tudom, hogy a helyszínre építem ki őket a múzeumnak a 350-es járvájával, azt használtam. De hát más hiány, a jobb közlekedési eszköz hiány csak egy volt. És akkor kimentünk oda, és ott tűzköves területén szembevételezés és beszélgetés történt. De hát sajnos azt hiszem legalábbis, amennyire én tudom, ebből nem lehet semmi. Egy Hegedűs Kati viszont később végzett egy kisebb ásatás. Lenne nyilván még más is, amit föl tudnék idézni, de hát nem az a célom, hogy beszámoljak Szentesi Robert Lothász név szerinti ismerősökkel is. Nem tudom, Bástai Erzsike, hogy vannak volna. Elment, szerint. Ő volt akkor a művelődési osztályvezetője, és a férje pedig az a kiváló tanár, aki színészeknek a sorozatást képezte a gimnáziumban, és én szerveztem ilyen múzeumbaráti estéket, ahol zenei, irodalmi, programok mentek, aztán négy volt a sorozatban, és mindig volt zene, helyi tenőre is zenikkal zenészei vállaltak néhány kisebb darabot eljátszani, és a meghatározott téma, amit én állítottam össze, anti szerzőkből, görög-római szerzőkből, azt pedig színészek mondták. Most ebben pedig a Páskai kollégának a támogatását, segítségét élveztem, és részben az ő általa hozott, nevelt fiatalok olvasták be azokat a verseket, vagy egyéb irodalmi részeket, amire aktuálisak voltak. Hát szóval érdekes dolog, de ez már nagyon régen volt. Én
és alkalom van dialógust folytatni olyan személlyel, akik ráadásul az erődünk. Másrészt pedig, hogy ekkora támadban látja a hazai mizológiát. Úgyhogy a felajánlás, hogy lehet, ha megegyedik a professzor úr, hogy lehet kérdezni majd, és kicsit belemelegedjük, nem húzva az idejét, de azért rengeteg dolog érdekel szerintem bennünket. Hadd legyek én a zászlóvívő. Az első kérdés az lenne, hogy 54 éves távodból ön szerint, ahol nyugtasson meg bennünket, hogy a mai digitalizált furcsa világunkban van a múzeumügyinek és a múzeológiának jövője. Vagy ön hogy látja? Hát azt hiszem, hogy digitalizáció nélkül nem lehet tovább jönni. Ez szükséges. De mindennek van hátulütője, és nyilván a technika nem ehet meg bennünket, és nem szoríthatja háttérbe azt a tényleges tudást, anyagot, amit vizsgálunk, és aminek a feltárására végül is az emberi és kiadott. Rengeteget segít a digitalizáció. Tehát az adatbázisok, amelyek most már nagyon sok van, és minden korszaknak megvannak az adatbázisai, ugye fényképpel, vagy képpel, rajzol a szöveggel, leírással, röviden, lassan minden tárgyat, minden fontosabb tárgyat, amely múzeumokban vannak, vagy legközelebb már, ezeket tartalmaznak. Az ilyen adatbázisok, amelyek most két törvények, vagy a több tízezer tárgy van bennünk, a digitalizációs metódusok segítségével viszont könnyen csoportosítható, és ezáltal megkönnyíti azt a munkát, amit a régész az úgynevezett hasonló tárgyak vagy analógia gyűjtés kapcsán során kénytelen csinálni, és hát én is ugye akkor még nem volt digitalizáció, tehát mentem a múzeumokba, kerestem a tanulmányokat, a könyveket, ha megtaláltam, így ez nem olyan figura, vagy nem olyan csak, stb. És akkor így gyűjtögettem. Na most, az ilyenfajta adatbázisok ezt a munkát lerövidítik és megkönnyítik. Egy másik példa. Rengeteg publikáció, az összes múzeumi évkönyv, a tárgyalói értesítést és szakfolyóiratot digitalizálva van. Ezek szabadon hozzáférhetők. Igaz, hogy olyan is pár külföldi, amit fizetni kell, de nem igaz is lehet, hogy megéri. Minden esetre azt a problémát, amit én akár itt, akár Dunai városban megéltem, hogy ahhoz, hogy egy komolyabb tanulmányt kézbe versek és elolvashassam, akkor kellett mennem persze a központi régészeti könyvtárba, vagy valamelyik könyvtárba, és akkor egy nap tettem egy kutató nap, amikor az akkori rendszer szerint, és akkor az az egy nap már rendelkezéssel, hogy azt a néhány cikket összeszedjem és meg, és áttanulmányozom, de minden azt emeltem, az egy hét múlva folytatom. Na most, hogyha nagyon sok publikáció digitalizáltak rendelkezéssel, akkor könnyű elképzelni, hogy mennyire megkönnyíti ez kívánképp a vidéki muzeológusoknak tevékenységét, akiknek a házatáján nincs olyan könyvtár, mint a Nemzeti Múzeum könyvtára, vagy valami egyéb. Külön nyomatokkal operáltuk, küldözgettük postát. Hát most kétszer nyomat előtt postán elküldeni külön nyomatot, mint a, nem akarom azt mondani, a honorárium, mert honorárium nincsen. Szóval nagyon drága. Viszont a digitalizált változat, ez a PDF forma, végül is hozzáférhető. Nagyon sokan én magam is tanulmányaikat fölteszik a felhővel jobbra balra, és azokonnal leírhatok, szabadon hozzáférhető. Tehát a kutatási lehetőségek óriási, viszont a feladatok is nagyok, és nem akarok eltérni a kérdésre adott a válasz először, a digitalizáció jó is, meg rossz is, viszont az a problémám nekem, hogy a fiatal régészeknek a munkahely hiányán, állandó munkahely és státusz hely hiányán tulajdonképpen egyfolytában ásatásokon
addig, ameddig méltánsítás. Maximum annyi idő van még, hogy írja meg a jelentést, és adja elnézést, hogy ilyen szakmai dolgoktól beszélek most, de csak röviden. Ahhoz, hogy megéljen, ahhoz a követő, a lezárt társadalmat követően rögtön egy másik társadalmat kellett menjen, ha végezményt akar dolgozni. Viszont ez elveszi az időt, elveszi a lehetőségét attól, hogy komolyan belemélyedjen egyen a tudományba, a kutatásba, mert nincs ideje, még az elsőleg családot alapítva, gyerekre és így tovább, nincs ideje. Vagyis azok a leletmentő és azok a megelőző nagy feltárások, amik az autópályák és egyéb beruházások kapcsán, most a valóban álló finanszírozása az egy óriási dolog, aki megszűnő, hogy a derekán változik meg időleg a törvény alapján, hogy a beruházó kell fizesse a feltárás. Igen, de csak azt fizeti, ameddig az árukat kiteszi bele. Aztán kidolgozza fel, és hogyan, az majd valami. Na de aki feladásra nem tudja feldolgozni, mert megy a következő esetásra nagyon sokszor, tisztelet a kivétmények. A leletek meg ott állnak tonna számra esetekként, a múzeumban feldolgozhatók. Szóval vannak problémák, de már nem digitalizáció vállalatok is. Én nagyon köszönöm, hogy ezt a váratlan neki.